Szevasztok, szevasztok, üdv mindenkinek. Na, másfél perc. Ez most másfél perc volt, és van hang. Úgy néz ki, hogy van egy jó hírem számotokra. Azok számára, akiknek nem jó a hang a játékban. A DirectX 9-re váltás és vissza, az úgy néz ki, hogy megoldotta ezt a problémát, valamint az is, hogy a Steamen a játék fájjainak integritását verifájoljam. Tehát, hogy ezt a két dolgot megcsináltam, és most van hang a játékban. És még sort se kaptam, úgyhogy mázlista vagyok. Így mázlista vagyok. És hát remélem, hogy tudtam ezzel nektek segíteni. Természetesen köszönöm szépen mindenkinek, aki itt nagyon lelkes volt a cseten, és mondta, hogy ezt meg azt kéne csinálni. Köszi szépen. Mi a cél ma a Lost Ark-ba? Hát Vern teljesítése, és hogy hát szerintem nem csak Vern, megpróbáljuk megcsinálni Vent és Sushirét is, de Vert mindenféleképpen. Gyorsan elugrunk a Strongholdba. Hali! Ó, nem karbantartás van délig? You're back. Ezekre már nem akarok válaszolni, srácok. There are matters that need your approval. Elmondom őszintén, ki van írva a négy helyre, hogy mikortól meddig van, és általában meddig az megközelítésnek odaírnak egy óraszámot. Most például azt írták oda, hogy megközelítőleg 3 órán keresztül fog tartani a karbantartás. Tehát, hogy nem mondanak olyat, hogy déltől már jó lesz, vagy azt se, hogy 11-től már jó lesz. Azt írják, hogy megközelítőleg 3 óráig jó lesz. A másik az időzónák. Az időzónákat úgy érdemes átváltani, hogyha nem tudjátok, hogy mi az az UTC, meg a PT, meg a mit tudom én micsoda, hogy beírjátok a Google-ba, aztán végére odaírjátok, hogy tú, Budapest, vagy Hungary, vagy bármi ilyesmi, azt a Google átváltja nektek. Szóval... az időzónákkal és az értelmezéssel sem kell javítani. És akkor tudni fogjátok, hogy... mi van. Na, ez micsoda? Ilyet még nem is láttam eddig. Ilyen major mission-t. Ezeket meg tudjuk egyáltalán csinálni? 8 óra? Húha. Hát ez nekünk nem fog menni. Ezt az előbbit egyébként nem leszólásnak mondom, hanem segítségnek. Engraving. Ezt nem tudom, hogy most miért világít most. Ja, mert hogy a 10 naposat is megkaptuk. Tök jó. Ez micsoda? Bindoljak magamhoz 1000 itemet. Oh. Megköszönte a játék, hogy részt vettem ilyen guild aktivitásokban. Ó, hát én ilyen nagyon rendes vagyok. Ó, köszönöm szépen, kreatívőzik a klippet, nagyon rendes tőlem. Azt mondják egyébként, hogy ez a trade... merchant, ez egy nagyon jó dolog itt a Strongholdnál, mert hogy lehet venni tőle wow, nagyon király kártyákat. Nice nice hát igen, 3500-ért nekem nincs annyim.
Gina Icoin. Jó, szerintem a Strongholdot most átnéztük. Online volt, amikor lelőtték a szerokat, csak ott láttam, hogy 3 órát írtak, nem néztem utána, köszi az infont. Nincs mit. Örülök, hogy tudtam segíteni. Aha, itt most választani kell, úgyhogy én azt választom, hogy All Out Attack. És Lock Short. Tehát akkor ezt nem... Ezt nem fogja rendezni. Nem is tudtam, hogy lehet lokkolni a rendezésből a dolgokat. Tehát például ezt most itt lelokkoltam, rányomok, hogy sort, azt nem is sortolja azokat, tök jó. A könyveket meg összerakta a sorttal, úgyhogy hiába nyitott ki 10 slotot foglaló könyvet, itt mégis látjátok, egybe rakta. És egyszer el is tudom júzolni. Egészség. Hát ez nagyon jó. Scarecrow, Campfire. Repair Shop, Portal, Scroll. Hát mit tudom én. Egy debuffot levesz. Ilyet a kamuflázs mondjuk. Itt van, tessék. Jó, és egy csomó dolgot amúgy még el kéne tennem. Meg össze kéne zúznom. A kabicsokat nem, vagy legalábbis nem mindet. Jó. 7 Nem hatalomkártyák. 7-es lett egyébként a Strongholdom. Endurance, ahogy látom itt igazából abba tér el, hogy más statot ad, expert. Ezeket meg lehet nézni, hogy az expert az például micsoda? Equipelni tudok. Ilyen facetelős izénél tudjuk ezt megnézni? Vagy hogy tudjuk megnézni, hogy az Explosion Expert az mit jelent? 3 napja próbálok érdemben játszani, de úgy nehéz, ha fél óránként kidobál a szerver, kezdem feladni, pedig egész jó kis game. Hát eljakul a grófot, valószínűleg nálad lesz a gond, hogyha fél óránként kidobál, mert szerintem a játékosok 90%-ánál nincs ilyen kidobálós probléma. Illetve, hogy a kidobál, akkor vissza tudsz lépni, mert van ilyen védelem. Alt-I. Ja, csak most ezt így kell nézegetnem, hogy melyik micsoda. Valószínűleg amúgy egy idő után már tudni fogom. Master of Ambush. Bekatak, na hát ilyen nekünk biztos, hogy nem kell bekatakos. Explosion Expert. Köszi szépen amúgy bronzon. Én abba bíztam, hogy itt ki fogja írni. Amúgy a facetelős emberkénél meg lehet ezt nézni. Csak el kéne hozzá menni. Hogy megyünk el hozzá? Stern. Facetelős. Ennek jó lenne tudni, hogy mi a logója, igaz? Akkor azt kérdezem, srácok, hogy itt van ilyen facetelős emberke? Sternbe. Kéne, hogy legyen, igaz? Mondjuk ide jövünk. Facetelősnél is mutatja. Igen, az egy kicsit úgy könnyebb, szerintem. Eddig nem is tűnt fel, hogy lehet dismantolni a fegyvereket. Mindent lehet dismantolni, minden ilyen felszerelést. Utommal. Alt-P. Remote Storage. Akkor ezeket is szépen kivesszük, és ami nem kell, azt összezúzzuk. Kristály ikonja van a mapon, hogyha van Gem Expert, akkor valószínűleg ő lesz az. Nem az? Ja, akkor a másik kristály. Ability Stone Cutter? Ez az. Na, tehát Stone of Burst. Expert. Shield és heal. Aha, hát ez nem. Köszönöm szépen. Kevesebbet sérülök. Nem érdekel.
damage-elés 80% HP fölött. Ez amúgy érdekesnek tűnik. Tudom, hogy a másodikat is meg lehetne nézni, de hogyha már az első nem tetszik, akkor... akkor azt skippelem is. Stagger attack 6%-kal effektívebb. Ez jó. Ila alá nem menj, magasabb az item level, igen? Nekem csak egy lilám van még. Jó, amúgy ez tetszik. Ez egyébként tetszik. Stagger attack és damage HP fölött. A Stone of Burst az ad 770 staminát alapból, mint Vitality-t. Úgyhogy az, azok azért jó. Srácok, azt jelenti, hogy kérdezni, hogy mi kell a Chaos Dungeons meg a déli cuccokhoz, meg vagyok kötve, de mindent megcsináltam, ami szembe jött, így még csak Artetinbe vagyok, ugroztam, de sajnos nem találtam semmi egyértelműt. Nekem azt mondták sokan, hogy el kell menni Vern végéig, vagy Vernbe, és akkor állokkolódik egy csomó minden. A susirét végignyomod, akkor meg lesz egy olyan gíred, amivel Chaos Dungeon-ezni tudsz. Víziló. Az biztos, hogy Artetinből tovább kell menned, hogy tudjál Chaos Dungeon-ezni és ilyen endgame dolgokat nyomni. Vernbe fogjuk elvileg megszerezni az awakening-es skillt. Remélem, hogy tudtam ezzel segíteni. Endurance. Az a helyzet, hogy jelenleg most még csak ilyen kék izéjeim vannak, tehát mondjátok, hogy nem menjek a lila alá, de az a helyzet, hogy nekem még a kékek azok, amik így nagyon jók. Lilából eddig így 50 óra alatt egy esett. Már nagyon profi vagyok? Hát tegnap jött az okítás. Már Vent-től lehet veretni a Chaos Dungeon-t, átérsz Vent-be, beszélsz egy-két NPC-t, és onnantól nyílik ki a játék. Aha. Azt hittem, hogy Vent végén, de ebben nem voltam biztos, pontos. Challenge, vagy annál kisebb szörnyet full HP-val támadunk, akkor garantált kritelős lesz a sebzésünk. Wow! Na menj már. Ez az Endurance-os elég jó. Tehát... Preemptive Strike. Preemptive Strike. Ez az. Na jó, hát ezt fel is húztuk. Nem, ez másik kell, hogy legyen. Itt van. Ez az. Na, ez lesz valószínűleg az, amit így néztünk. Így van, ez az. Ez az. Mana recovery, hogyha éppen nem támadnak. És cooldown-t is csökkent. Nem rossz. Attack és move speed. Ez se rossz amúgy, de hát biztos ennél vannak jobbak. Bekatakos, nem tudom, ez a bekatakos annyira nem, tehát hogy az én képességeim nagyban AOE-kot nem tudom, hogy működik ez a bekatak. Sorcinak Ignite és a Reflux az ajánlott. Ja, csak az hogy hívják, Alti? Igen, Alti. Tehát az class bónusz. Az a class bónusz, Lord Fairy. És ez meg combat bónusz. Tegnap, amikor meglettem 50-es, és nagyon csalódott voltam, hogy hát nem is nyílt ki a játék, nem, nincs is endgame content, akkor elmagyarázták a srácok, hogy hát 50-től nem is lesz semmi. Azon kívül, hogyha ha csak rásolom a fő sztorit, és már ott vagyok Vennél,
ha már Bernél vagyok, és ott érem el az 50-et, akkor valóban kinyílik a játék, de én még nem voltam ott. Ez most micsoda? Azt írja, hogy tudnék valamit klémálni, de valójában nem tudok klémálni. Hoppácska! Ó, ez egy kicsit akadozott. A combatból a Curse Doll, vagy a Max mana Efficiency. Aha. Jó, de jó! A piros róka, a fekete róka. Hát most, hogy így látom itt a feketét, egyetlen a fekete kell. Mario. Na, jelenleg egyébként most olyanom van, ja, hogy kettő is lehet, mi? Ja, kettő is lehet. All out attackunk van, meg strong willünk. Ja, hogy a holding és a casting skill jobb, meg jobb a damage. A pusolás alatti incoming damage megcsökken. Ez a strong will akkor nem érdekel. Jó, na nézzük meg, hogy akkor mit tudunk itt csinálni a nőcinél. Stagger attack. Plusz damage, hogyha a HP. Ha több a HP-nk. Tehát, hogyha maximum a HP-nk. Attack speed reduction. Az enemy-nél. Attack power reduction. Jó. Jó, akkor ez lesz, srácok. Ez tetszik. Hopp! Hármat beadott. Hát itt meg kettőt. Mi a különbség? Az Epicnél több próbám lehet, ha jól látom. Hát... Megpróbáltuk. Látom, itt van egyébként, hogy mikor és mennyire leszek sikeres. Á, értem, lehet itt trükközgetni. Hát ez mekkora csalás már. Ha nem kell az attack speed reduction, akkor erre rakok, az ki lehet rakni mindent. Na jó. Jól értettem, srácok, hogy így lehet trükközgetni a százalékokkal? Még cserélni is lehet. Mert egy sikertelen facetelés után lehet nyomni egy sikeresebbet, mert változik a százalék. Ez például plusz 5-ös lett. Pirosnál a siker az, mikor kiütött belőle a negatívat, szóval benne marad a negatív. Igen? Hát akkor ez most ad attack speed reduction fog adni? Azt mondod? Ó, értem. Itt akkor van valahol olyanunk, hogy attack speedet reductionalt? Mint hogy attack speedet csökkentett? Én nem látok ilyet. Szerintem nem fog adni semmit, ha nincs meg az 5 pont valami. Ja persze, az világos, hogyha itt az 5-öt nem éri el valami, akkor nyilván nem fog adni, igen. Csak hogy itt egy plusz nullásat hoztunk ki. Nem tudom. Az attack speed reduction-t azt annyira nem értem, hogy akkor az most nekem jó-e, hogy így plusz nullás lett.
Nem baj, amúgy is ezt akartam használni. Majd megértjük. De akkor ad pozitívat vagy negatívat, ha megvan rajta a minimum követelmény. Én úgy tudom, hogy úgy van, ahogy csináltad, a kisebb százalékot alatt érdemes a pirosra tenni, és amikor magasabb a százalék, akkor a jókra menni. Na, hogyha tényleg így van, hogy a nagy százalékokkal a kékre kell menni, a kevesebb százalékkal meg a pirosra, akkor jól csináltam. A piros effekt általában negatív hatás rád, és ha nem aktív, akkor az jó. Tehát akkor jól csináltam. Srácok, akkor ezt nagyon jól csináltam, mert ez egy plusz nullás lett. A vital point meg plusz 5-ös. Tehát akkor gyakorlatilag ennél csináltam a legjobban. Tehát az utolsó facetelésnél csináltam a legjobban, a többit meg elszúrtam. Most egy kicsit szomorú vagyok, hogy ezeket így elszúrtam. Plusz 0 nekem sose sikerült. Úgy néz ki, hogy nekem... A kezdők szerencséje. A végére azt hiszem, hogy megértettem, hogy ezt most hogy kell csinálni. Persze én a sajátomat arra írtam, hogy a pirosnál most mákod volt, de abból is ki kell ütni úgymond, s van olyan, ami már háromtól függ negatívat adni. Ja, én most nem arra gondoltam, hanem a százalékot, az alacsony százalékot, azt a pirosra nyomtam, a magas százalékot meg a kékre. És így a végén sikerült egy olyat összehozni, hogy ami kék volt, az plusz 5-ös lett, a piros meg plusz 0-ás. Úgyhogy okés, kezdem kapizsgálni, hogy kell ezt csinálni. Arra figyelj, hogy később az ékszerek is adnak majd ilyen pontokat. Ja, mert azt láttam, hogy ha ide jövök, hogy P, és ide, hogy engraving, akkor ezek így itt vannak, de jelenleg nem ad semmi, csak ez a kavics. Az a helyzet, hogy ezt berakhatom, de semmi értelme nincs. Úgyhogy teljesen feleslegesen raktam be ezt a kavicsot, mert nem fog működni. Igaz, srácok? Úgyhogy ezt le is cseréljük. Mert ez legalább működni fog. Így van, a vital pont. Stagger attack. Jó. Nekem 25% is beadta a pirosra. Mi ez a játék? Nézd egy kicsit a streamet, vagy nézd meg a Steamen a leírását. És akkor tudni fogod. Válaszban nem működnek sajnos a parancsok, azt tudom ezt. Az csak úgy megy, hogy parancs, és utána megtegeled. Na jó, ezeket is át akarom rakni, mert túl sok van nálam. Ezt a bombát el kéne használni, a frost gránátot. Amúgy ezeket inkább máshova rakjuk. Mit tudom én, mondjuk ide. Jobb klikkel adjuk a storage-hez. Movement speed nyilván jó lenne valamikor. Ezeket meg kéne tanulni jól használni. Ez mi volt? Minden ártó effektet státusz levesz rólam. Elektromos gránát. Dark gránát. Luterai katonákat megidéz 30 szekre, akik harcolnak mellettem. HP és mana recoverelés. Ez a tábortűz is elég király. Megmutatja a lokációját a raid monstereknek a minimapon. Wow, ez a flare is elég király. H
Hát ezt a Lion Maskot, ezt így nem tudom ezzel mit csinálják, illetve ezzel a Tournament Champions Plate-tel, nem tudom, így berakjuk ide, biztos jó olyan lesz. Ezek a battle itemek majd raidekben Guardian bossoknál lesznek hasznosak, aha. Most még nem éreztem annyira ezeknek a hasznosságát, úgyhogy... Ezt a káosz sárdot se vágom, hogy ez így micsoda, de ezt is eltesszük. Rich Grain. Ezt is eltesszük. Azt a sárkányt tedd le menübe és aktiváld meg, érted. Ezeket lehet használni? Nekem nem írta, hogy ez ilyen józolós lenne, de akkor okés. A gránátok, aminek a high stagger damage-e, az majd fontos lesz raidnél. A chaos shard az olyan, mint egy mana poti, de az awakening skillhez. Aha. Awakening tényleg írja is. Tízszekig nem ismernek fel a szörnyek, ez meg movement speedet ad. A Lion Mask az kb. Egy toj, ami melletted van, champion, valami, azt add el. Ezt. 20-30 ezer szilván. Szegény! Oké, és akkor a Lion Maskot azt kirakjuk. Ez valami... cucc. Ilyen receptszerűség? Ez kell egy húshoz. Hogy meg tudjuk csinálni. Leap Essence. HP poti, ezt akkor eladjuk. Hát azt nem tudom. 45%-osat azt nyilván érdemes lenne megtartani. Ez kuka. Amúgy valószínűleg ezt is el kéne adni. Life Energy-t ad. Attack speedet ad. Wow. Ó, és akkor ezek lesznek a buffok. Dexet ad, intet ad, attack speedet ad. Zsír. A kaják. Vendbe még át kell mennem, srácok, ott még nem jártam. Aztán vannak ilyen felfedezős cuccok. Ezt odaadjuk a kutyusnak. Okay. Ami nem kutyus, nyilván, hanem macska. Amúgy ezekhez egyébként bármikor hozzáférek. Tehát, hogy ez most szerintem így jó lesz. Már akkor már rakhattam volna le is. Egy kicsit rendet raktunk. Oké, okay, megvan Pihepu ágyiko, hogy ez micsoda. Köszi szépen, srácok, a hápet. Jaj. Ready to sail. Amúgy én a helyetbe csak 50 után szórakoznék a gemekkel, meg mindennel, mert úgy akkor kell az awakeninget is. Igen, bár a main quest-től is fog. Hát figyelj, itt most volt nálam egy csomó gem, ami ilyen haszontalan, azt ne tartogassam már. Én azért foglalkoztam most úgymond velem. A login reward az... Azt sem tudom, hogy hol lehet megnézni. Login reward. 20-nál kapunk egy lámát. Ja. Ja. Csamkurit. Egy csamkurit fogunk kapni.
Azt tudtad, hogy a peted az AH bolt, Reaper és doboz is egyben? Persze. Ez az első dolog volt, amit így megnéztem. Amikor bétába játszottam a játékot, láttam, hogy kell ide ilyen prémium cucc, hogy ezek így elérhetőek legyenek. Itt van Mario. A Twitch droppos Mario. Azt nézem, hogy megjöttünk. Haverod azt mondta erre, hogy milyen menő már? Legtöbben azt mondják erre, hogy pay to win játék, pay to win. Köszi a követéseket, srácok. Na, most kezdjük a Vernes részét itt a játéknak. Nézd meg, nem hagyják. Amúgy ebből a Pirate Coinból nem lesz mostanában gondom, este elindítottam egy feleszést 4K coin. Ért? Még maradt 14. Secret map. Captain, look! It's the treasure map! If you follow that treasure map, you can find a sea bounty. You know how to read a map, right? So what are you waiting for? Let's go! Innen ki kell szökelnünk? Épp azt nézem, hogy itt nincs semmi. Tehát itt van egy térképünk. Akkor följebb. Aha. Tehát ott van, igen. És attól jobbra ott a treasure. Ugye ez följebb van? Mi itt tudom, valahol itt van treasure. Nézzük csak, hol van az? Igen, ott a treasure, oda kell mennünk. Jaj, bocsánat, a drop parancsot ki kell vennem. Mármint most a címből. Mert már nincsen drop. Az a Siege-nél volt. Yo-ho! See the tiny island over there? It's called Ofer, the Lonely Island. It's in the middle of the Sea of Gina. Lonely Island. An old man lives there who knows everything about these waters. Now, show me how good you are at steering a ship. Your destination is Ofer. We're here. Is this where the map is pointing? It has to be around here. Let's keep our eyes peeled. I found it. See that, Captain? Drop csak akkor van, srácok, a streameken, hogyha a leírásba, vagy nem a leírásba, hanem itt, ahol a cím van, ott alatta ott vannak a tagek, és ott van egy olyan, hogy drops enabled. Én beleíratom a címbe, hogy van drop, de ha ott az nincs odaírva, akkor nincsen drop. Hát, van akik a pay to progress-t is pay to win-nek mondják, tehát hogy... Ezen szerintem kár vitatkozni, vitázni.
Vizelc előrébb vagy. Miért mutatja ezeket a guide questeket? Mert hogy itt kapunk guide questet. Offer nagypapa. Oda néz, offer tokent kaptunk. Ez az offer token, ez egy ilyen nagyon különleges dolog, nem srácok? Mi a különbség? All out attack, engraving. Ja, az egyik trédelhető, a másik nem. Ó, oh, oké. Okay. €50 a fullos item set a shopba, eléggé kérdéses. Van ilyen, hogy €50-ért lehet venni a játékba a teljes item setet? Közelről meg kell nézni a szobrot. Gínea. Szevasz, Mustafa. Azt mondta, hogy nézzek körül még itt, aztán kezdjünk el hajókázni. Eltűnt az a menő bigyulám. Beleraktam a szoborba. Mondtam Pityhoz az előbb, hogy kár ezt a témát tovább erőltetni, mert valakinek a pay to win ez, a másnak meg pay to progress. Ez olyan, mintha most mutattam volna nektek itt egy cicás gifet, azt valaki arról beszélne, hogy de hát a gif az nem is gif, hanem gif. És akkor lennének a gif fanok, akik azt mondják, hogy a gif az gif. De van, akik már azt mondja, hogy hát a gif az gif. De amúgy a cicás gif lenne a lényeg. Tehát, hogy van akinek a fogalom ez, van akinek meg az. Nincs a shopban item set, csak skin set. Ó, oh, na. Ezt nem tudtam, srácok. Én nem nézegettem annyira a shopot. Mármint, hogy megnéztem, de most nem rémlett, hogy lenne ilyesmi. You're pretty sharp, Captain. Sometimes adventures lead to even more adventures. Did you enjoy what you saw? I think Grandpa Ofer is a wise man. Who knew that even islands could be sentient? I wonder if it was the will of Gina, the goddess of harmony. Captain, I can't wait to see which island's heart you'll win over.
Let's come back here when we get island tokens. Remember, it's Ophir, the lonely island. This is why the sea is so exciting. It's unconquerable. I won't be able to pass even the tiniest island from now on. A shop tele van Matival? Now, Captain, milyen Matit lehet venni a shopba egyébként? Place filled with great adventurers like you. Captain, you're making good use of auto sailing. T and fast sailing. Amely kompetitív vovos mentalitásom lenne, engem is zavar, de most csak simán szórakoztat a játék, mert rohadt jók a mechanikák. Szevasz, Nessen. Így van. Pénzért előnyére juthatsz a játékba. Ennyi. Srácok. Örülök, hogy találtatok a közös nevezőt. Our modest fellowship expands. Praise the sun. Melyik a legjobb karakter? Egyértelműen az, amivel én játszok. Más nincs, más opció nincs. Scott. Üdv mindenkinek, skacok. Köszi szépen a 135. feliratkozás ajándékozást itt a csatornán. Scott. Úgy peregjenek a szegek, ahogy Szemanz is teszi. Gear upgrade Matikkal. Aha. Hát figyelj, Bronzon, szerintem ezt akkor fogom megérteni igazán, amikor már ott fogok tartani. De amúgy, tehát hogy nem azért mondtam, hogy kár, hogy leírtad, csak hogy most ez nekem még olyan sok, hogy nem tudom mi van. Mi a legjobb kezdők azt kezdésnek, ha még nem játszottam a játékkal? Hát ez most olyan, mintha megkérdeznéd, hogy melyik a legjobb bolt, ahol lehet kenyeret venni. Mindenki mást fog mondani. Ez olyan, ez hülye kérdés. Azt hallottam, aki nem berserker, annak nem áll fel. A berserkerek hatalmas pallossal játszhatnak. Scottnak is ma volt a 33. hónapja, és Nessájnak is. Ez egy jel. Ark? What's that? A ship? An artifact? Port Corona. Huh? Rowan. Yeah, you can find him up there. 10 000 pénz azért, mert eljöttünk Vernbe, srácok. Jó, tehát most úgy akarom játszani ezt a Vernt, hogy mindent fel akarok fedezni. Egy visztát sem akarok kihagyni. Itt van iDiablo. Az Apple-ös Diablo. Pedig a Vistát simán érdemes volt kiállni. A Vista menő volt. A Vista volt a fényhozó. You ran all the way up here, like it was nothing. Ruined a port. Elvileg mindjárt ott vagyunk, srácok. Mindjárt ott vagyunk, ahol a vég kezdődik. The port. What happened here? It's on fire. Not sure what's going on, but this is our chance. We can make a fortune from this. Kicsit késett a felirat a játékban. Illúzió romboló. Már nem is tetszik ez a játék. Get to the port. I've never seen anything like this before.
just about. De jó, ez ilyen zombis rész. Ez az, felrobbant kétszer is az univerzum. Megyünk tovább. Azt mond, ha anyukád nem kell fel. Nektek is az a kedvenc kérdésetek, hogy vannak-e sorok és hogy hol játszik a legtöbb magyar? Szerintem... Kadanon. Meg ahova bejutottak. Ez az. Ez az. Hatalmas damok. There are more inside. Please help them. They're all dead. Ja, nál a Shadownál a démonos átalakulás az rohadt jól néz ki. Nekem a klasszoknál az tetszik, mármint hogy az tűnik, hangzik a legszimpibbnek, ami három fegyverrel is rendelkezik, tehát háromszor annyi képességgel rendelkezik. Lövöldözős lány? Hát lövöldözni lövöldözik, az biztos, de hogy lánya vagy fiú, nem tudom. Ja, ott a nekromanta, nem láttam. Discordon egyébként, srácok, a Lost Ark-os szobában tettem fel egy videót, hogy milyen klasszokat terveznek még hozni a játékba, ha valakit érdekel. Azt mondja meg valaki, hogy azok a tárgyak, gyűrűk, mappák, kulcsok, aminél a kis sárga lap van, mire jó. Ezek itt ezeket itt tudod gyűjtögetni. Hol is? Itt nézd csak. Ezek ilyen gyűjtögethető cuccok. Gondolom 100%-ot adnak az adott területen. Lattice és a Lance Master a város nagyon végre egy support, ami nem hárfa pengető klisés kac. Pedig a bár nekem nagyon szimpatikus, függetlenül attól, hogy most ő support vagy sem. A képességei nagyon tetszettek. Leszi! Én sharpshooter vagyok, nagyon tetszik ez a nyilas téma. Én az a játékos, én az az MMO játékos vagyok, akinek minden tetszik. És mindenre játszanak.
Oké, Snoop kérdés Discordon. Hogy látom ezt az új szobát? Van egy ilyen szoba, hogy roll választó. Ott tudsz ilyen extra szobákat bepipálni magadnak, hogy ne az érzésed legyen, amikor fölmész a Discord szerverre, hogy van 80 millió szoba. És akkor azt mondod, hogy na, hát ezeket se fogom mind olvasni. Dark creature born of my own blood and soul. A sharpshooter az, amit én mondtam egyébként, hogy háromféle fegyverrel nyomul. Hát ez jó. Pont elkerülte az egyik legerősebb képességemet. Tessék! Bum! Nem is így történt. A Gunslinger, köszönöm. Gunslinger az, amit mondtam. Sigmund, how are you here? Bárdot én is élném, de annyira taszító ez a hardfire dolog, pedig mennyire király, amikor egy Gunner class teleport előkapja az elektromos gitárt. Ja. Ja. Sharpshooter, ez kimondottan íjász. Jól hangzik. So eager to resume our century-old battle. Patience, Garrum. We need more time to prepare. Are you okay? A karakterem nem válaszol, nem tud válaszolni Tharnak. What's your name? Nem fáj a tűz. Bármelyik mondtot veszem elő magamnak, akkor fütyül. És hazudik is utána. Mondtok. Ezt ki akartam amúgy is próbálni. Ja, nem lehet, mert dungeonben vagyunk. No. How could this happen? What's going on? I thought there weren't any demons in Vern. Oh, thank the gods. Thank you. Nyilván, mert lódít. Oh, I feel much tácsítáciztam itt a sérülteket, már jobban is vannak. Üdv mindenkinek, srácok közben. I've been waiting for you. Op, nem ezt akartuk. Aha. Ez ilyen crash szagú, srácok. Elővettem ezt a droppos mondtot, azt hittem, hogy kikrassel a játék. Uha. Várni kellett egy kicsit. Ennek van képessége. Értem. Tehát ez például annyiba jobb a sima lovamnál, hogy ez gyorsabban tud menni. Wow. Hát akkor sajnos szegény lovaskát lecseréljük. Az öreg asszony keresi a gyerkőcét. Éhező. Ezzel nem lehet ugrani? Másikkal lehet? Várjál csak, annál van space, igaz? Tehát ott tudom használni a space-t. Alt V. Miért nem működik az Alt V? Ja, tényleg. Tényleg. Hát elgondolkodható.
speciális van, mert játszik ezzel a game-mel mindenki? Hát egyrészt, mert mindenki vár egy jó MMO-ra, másrészt, mert az új általában jó. Harmadrészt, van harmadrészt? Talán ennyi. Ja, a bornak van kulja, de hát ezt az előbb mutogattam a boostot. Szerintem a hoverboardnál maradunk. Fú, akkor halál rád. Tessék. És már intézhetem a questet. Szerinted van esélye, hogy a T2-es dropot még behozzam? Mert március 1-ig lehet őket, ugye? És minden megvan, kivéve a T2-es fejes. Előre is köszönöm. Hát a T2-es fejeshez a Lost Ark-osoknak kell streamelniük, tudtam már. Nem? Hogyha lesz Lost Ark-osoknak streamje, akkor nyilván be tudod húzni. De az nem elérhető ilyen content creatori streameken. Idegesítő a hangja. Ez nem tetszik, srácok. Ez nem tetszik. Ez nagyon nem tetszik. Viszont megnézzük már, hogy milyen egy feketén lovagolni. Okvetlen pöcskénz. Köszi szépen a 200-as sírt. Köszi, köszi. Azt ígérték, hogy hónap végén újra elérhető lesz az összes low level drop, szóval megszerezheted még. Aha. A hangja miatt te se használod? Nem tetszik, ez a lovagolás sokkal jobb. Köszi, köszi, okvetlen pöcskénz. Jaj. Jól láttam, hogy nincs a lova nyereg? Hát, lehet. Ugye megnézzük, ha engedi. Így lesz egy jó pár jó kari. Mire gondolsz? Megnézted a videót, Blade? Kihívás? Én pont az ellenkezőjét hallottam, de szívesen hallanék erről. Hát a leveling az lehet, hogy nem kihívás, de a többi endgame content az valószínűleg kihívás. Ott van rajta a nyereg. Hát aki kibírja, hogy a levelingben nincs kihívás, még annyi legalábbis nekem nem volt kihívás ezzel a sorcival és a rengeteg MMO-s RPG-s tapasztalattal a hátam mögött. De láttam egyébként, hogy másoknak szívás volt még a leveling is. A leveling is. Halt! This area is off limits to foreigners. Huh? So you want to fight, huh? Your funeral. What's going on? That pendant. Hát amikor először bementem az Abyssal Dungeonba, átértékelte a nehézséget a játékba. It seems you owe me an explanation. Ja, azért mondom, hogy Dungeonok, az első kihívást egyébként a játékba a Dungeonok nyújtják, utána meg már az ilyen endgame dolgok. Ami a Chaos Dungeon, a Tower, a Abyss Dungeon, meg amit tudom én mik vannak. Leveling nem annyira gáz? Hú, nekem nagyon gáz, Scott. Nekem ilyen... teljesen rezident alvós volt. That pendant belongs to my old friend, Thar. Where did you get it? Nincsek ki neked? Majd csináld be. Mennyire van sok endgame content benne?
Hát, reméljük, hogy erre tudnak olyanok is válaszolni, akik nyomják az endgame contenteken. Mennyire vannak különbségek egyes klasszok közötti erőbe? Gondolok arra, hogy vannak MMO-k, amikben tipikusan nem ér semmit egy szint után egy bizonyos klasszal, például a Drakensang az egyik barátom alapján. Nem vagyok otthon ebben a témában, nem játszottam még MMO-val, de lehet elkezdeném ezt. Nem hallottam ilyenről egyébként még, de nyilván mindig lesznek meta buildek és meta karakterek. Ez szerintem elkerülhetetlen egy játékba. Mindig lesznek patchek, amikor vagy az egyik, vagy a másik karakter erős. A játék neve? Hát... ha ilyen kérdésed van, akkor lehet, hogy inkább a Twitch-et kéne először megismerned. Mert ha sokszor ilyet fogsz kérdezni, lehet, hogy nem fognak szeretni egy idő után. Szóval nem tudom, hogy mennyi endgame content van a játékban. Rengeteg embert játszok, rengeteg embert láttam játszani ilyen nagyobb helyeken, és nem azt láttam rajtuk, meg nem úgy játszották, hogy jaj, de uncsi. Mindig lesz buffolt vagy nerfelt karakter. Ja. Hát nyilván a fejlesztők megpróbálják tartani a balanszot. De történnek nem vár dolgok, amikor valami nagyon OP lesz, valami meg nagyon gyenge lesz. Hát, Gabi, lehet, hogy most végtelennek tűnik az endgame. Biztos nem az. Sigmund has returned. Nonsense. Na, itt szenátorok voltak az előző részen, pedig meg ilyen polgármesterség volt. Csatok. As queen, I must respect the Senate's judgment. Na, ez az a csaj, akinek néztük, hogy lehetne más ruhája is. Hogy tegyem fel ezt a kérdést? Amikor a Strongholdomban jártam, és nézegettem ezt a wardrobe-ot, vagy mit, ott láttam ezeket a fontosabb karaktereket más skinekben is. És ha jól láttam, ezeknek a fontosabb karakterekre lehet venni skint nekem? Tehát, hogy ha akarom, egy ilyen fontosabb karakter a játékban állam nézhet ki máshogy? Vagy ezt hogy kell elképzelni? How did you fare? Nem tudjátok véletlen? Pont így van, ahogy én gondolom, például a királyt, akit megkoronázunk, neki egy teljesen más felszerelést tudok adni. De akkor ő nekem a cinematikokban máshogy fog kinézni gyakorlatilag. Ennek ennyi az értelme, hogy cinematikokban, illetve a játékban más rucit fog viselni és kész. Küldi. Magic Society. A messenger hawk? I'm late. Itt van, teleport van. That is absolutely. Az endgame content általában a leveling után van. A leveling az ilyen bevezetés a játékba, megismered a karakteredet, megismered a lore-t egy kicsit,
Hát nyilván nem úgy, ahogy én, hogy itt nyomogatom a gét, mint egy idióta. That is absolutely exquisite. Mama money. Leveling a tutorial 2 kb. Ja. Ez egy... Ebben a játékban eljutni level 50-ig nagyjából, vagy eljutni Vernig gyakorlatilag a tutorial. Igen, ő volt az, aki a klánról mesélte, ő volt az a csávó. Nekem a dialógust átugrott a balklika is, nem csak a gére. Komolyan? Na, azt majd kipróbáljuk. Köszi. Ó, tényleg meg akartam nézni, hogy van-e már... Aha, még nincsen Eurofest-es szerver. Annyit variáltam, hogy bal klikke mozog a kari, jobb klikke van a támadás, lehet, hogy ez számít. Ja, aha. Igen, ezt beállítottuk. A Lost Ark-os státusz oldal azt írja, hogy jó pár szerver le van állva egyébként az EU-csok közül, például a Trixion, és ebben nem tudom, hogy mi igaz. A Cinnerre meg azt írja, hogy fullon van. Gods. Hmm? How may I help you? Tehát balklik. Aha, balklik. Ja. Balklikkel is lehet skippálni. Ez nem igaz? Trixin vagy és nincsen. Chaos Dungeon állokkal van. Honing unlocked. Zsír. Igen, most ez az volt, hogy férjünk hozzá a Chaos Dungeonhoz. Pam 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 pam. Dimenzionális rezonanciás cuccos. Song of Trixion. Menjünk el Trixionba? Ronatas professzornak kell riportolni dolgokat. Ja, akkor még nem megyünk Trixionba. Ah, it appears the resonance was successful. The new dimensional rift is open. Trixion needs a new source of power. Please, come help. Na, itt van, Chaos Dungeon. Combat level 50, tehát az 50-es szint, illetve a 250-es item level az elvárt. Na, ez amúgy most, várjunk csak. Akkor Ronatász ezt így előhozta, de... Ez az? Aha, ez az. Ez a Chaos Dungeon. Áááá! 340, 380, 420... A később a küldetésbe elvárja tőlünk a játék, hogy csináljunk ilyen Chaos Dungeon-t? Vagy már most mehetek akár megnézni. Jó, hát akkor megyünk. Amúgy. Adjad ezeket a küldetéseket, hogy ne? Mindent. Jó, és akkor most eltüntetjük őket. Nem mutasd. Ja, azt mutasd. Azt is mutasd.
Azokat viszont nem. Vannak hozzá weekly küldik. Azt halljott, nekem amúgy nincsen altjém. De Bipikar, azt próbáltam el? A Berserker, de nem fogott meg annyira, mint a Shorci. Megpróbáltam a Summonert is, még bétában. Az volt az, ami így nekem a legjobban bejött. Ja, aztán nekem nincsen altjém. Mehetsz most is, de én a helyedben megcsinálom előtte az awakening-et. Jó van. Az item levelem alapján már mehetnék. Guardian Raid Qualification Application. Guardian Slayer Rank. Adventure és az Unatask, oké. Okay. Adventure. Aha, ja, az nem elérhető. Guardian Raid-et is állokkolt. Guardian Raid. Urnil, 302-es item level kell hozzá. Aha. Hát én remélem, Szeklersz, hogy erre valaki klippelte már a válaszomat, hogy miért nyomja most mindenki a Lost Ark-ot, mert nem fogom fél óránként elmondani. Sorry. Ez a játék jön-e telóra vagy konzolra? I'm the one in charge of the Adventurers Guild in Verne Castle. Hát, ha jön valahova, nyilván a mobil platform az, ami így nagy, de mivel konzol, tehát kontrolleres irányítás már van a játékban, így inkább kontrollára. Mert hogy konzolra jön, szerintem. Ha jön, de szerintem ilyen nincs tárva egyébként. Mivel 2019-es játék, és korábban se volt így esélytelen. Hát, konzolon talán még jöhet, nem? Konzolra talán még jöhet. Training area? Hoppá, itt valami ilyesmit láttam. Tényleg ti próbáltátok kontrollerrel az irányítást? Amúgy lehet egyébként megvárják az Amazonnál, hogy kiderüljön, hogy a WoW, a konzolos WoW az mit fog menni, aztán majd az alapján eldöntik, hogy akarnak-e Lost Ark-ot konzolra. Bár azért mondom, a Lost Ark-osok erőnyben vannak a kontroller miatt. A játék lényege? Egy MMO-nak mi a lényege? Hát, abba is bízom, hogy ezt is klippelték a srácok. Mert ezekre mind válaszoltam kedvesen és türelmesen. Fel, you are so amazing, simply the best. Crafting district oda kell mennem. Final Fantasy 14 is van konzolon, és jól működik, szerintem a WoW-val se lesz gond, ott amúgy is más jellegű gondok vannak. What is it? Nem tudtam egyébként, hogy a Final Fantasy van konzolon. Hmm.
absolutely exquisite. Mernice merchants know how to turn a profit. Avelének a parancsait ki kell osztani Rosenberg lovagnak. WoW konzolon, ez nekem új info. Én úgy tudom, srácok, hogy jön a konzolra a WoW, nem? Pardon? Commander Avell's orders? Hovval az a baj, hogy adónak nélkül játszhatatlan már, és konzolon erre nincs lehetőség. Hát figyelj! Tudom, hogy a Discord más tészta, de azért, hogyha Discordozni lehet játék közben, akkor akár idővel lehet, hogy majd addonokat is lehet használni a WoW-hoz. Hand over the money already. I can provide you with protection. Aki telekomos srácok, és akadozik neki a stream, annak tényleg tudom javasolni az Operába beépített, vagy az Opera Sima, vagy az Opera GX-be beépített VPN-t, és ott is, hogyha beállítjátok az Európát, akkor nálam az jól működött. Néha volt egy-két akadás, de sokkal jobb, mint az, hogy fél percenként tízekre beáll a telekomos telekomosként a Twitch. Welcome to Rania. És tök mindegy, hogy 1080p-ben nézem a streamet, vagy 160p-ben. WoW konzolt nem kénységben mondtam, csak mivel nem követem, így még nem hallottam róla. Ezt az infót csak félfüllel hallottam, úgyhogy én azért... mondtam utána. Hogy lehet, hogy rosszul mondom a dolgokat. És aki jobban tudja, kijavíthat. Hányféle spell van a WoW-ban? Didn't expect to see you here. How did it go at Verne Castle? Olyan sokat... nem tudom amúgy. Mivel sok egyszerűsítés jött a játékba, ezért nem tudom, hogy mennyi spellt használnak a klasszok egy raid alatt, vagy egy dungeon alatt. We're here to see the Guildmaster. On orders of Her Majesty the Queen. Paladinnal már jobban tetszik a játék, Solvers. That's so, Tin Can Man. Really? An order from the Queen? You think you can just waltz in here and make up a story about... Pofom. Ez majdnem egy pofon. Apparently I can just waltz in here. Get him! Anyone else want to give it a shot? I can do this all day. Hold it, hold it! That's enough! I'm Gideon, the Guildmaster. Let's talk. A paladinban nekem az nem tetszik, hogy míg a berserker egy kis asztalt hordoz magával, a paladin meg csak egy kis vékony kardot. Ez a legnagyobb bajom a paladinnal. Hatalmas problémák. I heard you helped my guild members at Port Krona. Jól hallottam. You're really going to go after the beast? Kicsi a palaszárcám, igen. Capture the beast? No way. It's Garam you're talking. You can't handle that demonic beast. Quite confident, old man. But do you even... Onabel. Hey. Welcome to the Adventurers Guild. Hey, aláírom a kontraktot. I've got your signature. I saw the job list. They're going to make me wash dishes. Hát inkább kisétálunk. Szevasz, Nózi. Volt egy kis akadás.
adventurer? Look at those adventurers. Ó, egy adventurer. Ó, ez én vagyok. Most írtam alá a kontraktot. És felmegyek, hogy egy adventurer. Bezzeg, amikor meglett a Twitch partnerségem és kimentem az utcára, akkor nem mondták, hogy vagy Twitch partner. Ó, szóval adventure-nek lenni sokkal menőbb, mint Twitch partnernek. All the paintings at Port Krona have been burnt to a crisp. You, are you from the Adventurers Guild? I've got something to ask. My food to go. Goods are being rationed. This is horrible. Bam, bam, bam. Hey now! Hogy utána ugrott a lovacska? Look at those adventurers. Ó, nézd azokat az adventurereket! Ó, nézd azokat! How about this for a guild mark? Yeah! You're here! Your attendance is noted. Now that you've reached the appropriate rank, I can tell you about the demon beast. Currently, the guild believes that the demon beast Adventurer. Is active somewhere within North Vern. According to witnesses, the beast's trail leads toward the Balankar Mountains. Nem, nem kell, hogy mutogassanak rám, csak azt kell, hogy mondják, hogy egy Twitch partner? Ó, nézd azokat a Twitch partnereket! Így WoW után nem zavar, csak felülnézet van? Nem, azért nem zavar, hogy felülnézet van, mert sokat játszottam RPG-kkel, Poe, Diablo, és úgy a fene még mik voltak. És amiatt nem zavar, hogy ilyen nézet van. Meg lolozni is loloztam. És nem. Ez nekem ott Well, that was fast. Nem gond. I expect big things from you. Did you get qualified? Nagy dolgokat vár tőlünk el. Despite some challenges. Gideon. Gideon mester. Moff Gideon. A fekete szabjával. Azt mondja, hogy be kell fejezni előtte a Festár Highland Adventure Questet. Jó, lehet. Lolba engem se zar, de egy olyan nekem nem tetszik. Nem. Én abszolút a játékot úgy állok hozzá, mint hogyha jelenleg úgy állok hozzá, mint hogyha diabloznék, szóval így abszolút nem zavar, hogy most MMO-zok vagy sem. De így az MMO-s dolgokat annyira nem... Hogy is mondjam nektek? Én nem használom ki még azt, hogy ez a játék MMO. Oké, szaladgálnak mellettem játékosok, de így... És? Ha lenne World PvP, akkor nyilván gázabb lenne a szitu. De nincs. Tehát, hogy én ezt úgy játszom, mint hogyha nem is egy MMO lenne. Ja, csak itt rögzített a kamera. Tehát, hogy... Máshogy mozog a kamera, mint egy WoW-ban. Általában hátulról nézed a karaktert. Zavar, hogy nem beszél a karakterünk például? Aha. Zombik és koboldok. Szegény koboldok. Pedig nem is akartak minket bántani. Na neki már valami lámája van, azt nézzétek. Láma csirkéje van.
rossz, hogy minden alkalommal, amikor ezzel nyomod Enter, kedven támad nekem is, ezt egy óra lekaparom az arcon, és nem bírom tovább, lehet a klassz miatt. Ha készítek egy új karaktert ugyanazon a szerben, akkor kezdődik minden előről? Hát nagyjából igen, kivéve a roster szinted, az nem változik. Lett egy háttérképem. Ujjjj, I'm Star-Lord 2 feltette a mai nap legdurább kérdését, hogy mennyire pay to win a játék. This is frustrating. What? A recruit from the guild? You'd better watch out. Időt tudsz megsporolni, hogyha fizetsz. Nagyon röviden és nagyon tömören. De ha nem fizetsz, se leszel hátrányba. Oda kikerült valami zöldség. Az mi ez a zöldség? És valahogy hozzá lehet férni ahhoz, hogy azokat ott lássam. Hogy azok micsodák. Van egy olyan gomb. Nagyon jó, hogy erre rányomtam. Van egy olyan gomb, amivel lehet látni ezeket az izéket. Mapkodta azt a képet, amikor mutattad, hogy beraktad oda valamit, azt hogy csináltad? B, amikor leszállsz a lóról. Ez tök mindegy, hogy lón vagyok vagy sem. Nem? Hát, hogy... Ezek a trade skill-ek. Fent a ládára kattintás. Ez az, a currency inventory. Ez az, nagyon szépen köszönöm. Harmony shard. És a pirate coin-t is oda ki tudnám rakni? Ja, hogy egy currency-t lehet csak kirakni. Aha. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt az a currency inventory is kis ládikó. Na, hát a silver nem érdekel. A gold az igen, mert arra azt mondjátok, hogy úristen, very big. A kristályt is kirakjuk, hogy azt is lássátok, hogy az is úristen, very big. Köszönöm. Hát relikét. Mi tegnap megnéztük a toros, az SV toros, hát ilyen videót. Nem tudom, hogy annak a videónak mi köze van az SV torhoz magához, amiben benne van Malak, de nagyon jól nézett ki. Az a 6 perces kis videó. Annyira jól nézett ki, hogy Adria azt hitte, hogy az a Kotornak valami videója. Nem égetlek, de tényleg nagyon jól megcsinálták azt a videót. Hát, amúgy ez egy nehéz dolog, hogy kinek mi elég egy MMO-ból. Annyit tudok nektek mondani, hogy én nem úgy játszom az MMO-t most, mint ahogy annó játszottam, hogy 0-24. És úgy nagyon élveztem, de így is lehet egyébként élvezni, ahogy most nyomom. Hogy ilyen casual szinten. Csak át kell állni. Át kell állni fejbe. Amúgy... Vissza kell mennünk. Most figyeltem, hogy nem halad a küldünk. Ja,
Hát a casual játékmód az nem azon múlik, hogy most hány órát raksz bele, hanem a hozzáállás a játékhoz. A hozzáállás például az, hogy muszáj lenyomni a napi... Mindjárt mondok ilyen dolgokat. Jó, tehát... Mindjárt mondom. Mert találtam egy ilyen kis guide-ot, hogy hogyan kell jól használni az altokat. Tehát például kell, hogy legyen mondjuk kettő altom a main mellett, és mindegyikkel le kell nyomnom napi kettő Chaos Dungeon-t, kettő Guardian Raid-et, három Una Quest-et, aztán Armor Upgrade Fragmenteket kell gyűjteni, weaponöket, silvereket, Abyss Dungeon-öket lenyomni a gold miatt, a raid-eket, meg a Legion raid-eket is, aztán... Challenge Guardian, meg Challenge Abyssból egyet-egyet lenyomni, és akkor, akkor használom ki a legjobban az altokat például. Tehát nem hiszem, hogy én így fogok játszani ezzel a játékkal. Igen. Feshnar Highland. Ide szoktak járni. Csak te ilyenkor nem vagy itthon. Make sure you bring it this time. Okay? Okay, tehát ha ide átjövünk. Feshnar Highland. De balra kéne egyébként mennem. Most néztem meg. És ez mennyi idő, amit most elmondtál? Hát attól függ, hogy mennyi altod van például, nem tudom, nem játszottam, nem csináltam még ilyeneket a játékba, de hogy így, nem tudom. Most majdnem leszédültem a székről ettől a listától, kinek van erre ideje? Hát ha valaki tudja, hogy ezt hogy lehet jól és gyorsan csinálni, nem tudom amúgy ez mennyi idő, Janice. De ez az, amikor kihozod a maxot a játékban. Ez a felsorolás kicsit vicces volt annak fényében, hogy 4-5 óra sorba állás van. Van olyan is, igen. Business over life. Nem tudom. Ha valaki csinált amúgy ilyeneket, nyugodtan elmondhatja, hogy amúgy ez mennyi időt vesz igénybe. Akit meg érdekel ez a lista, mindjárt bedobom nektek ide a chatre. Ott egy videó, és a videóból csinált a srác Reddit posztot. Ott a lista, hogy hogyan kell jól kihasználni az altokat. Twisting Energy. Ez a Twisting Energy, srácok. Azért mondom, srácok, hogyha tehetitek, akkor próbáljátok, ha mindenféleképpen akartok este játszani, akkor próbáljátok meg úgy időzíteni. Akár úgy, hogy ha tehetitek home office-ba, elindítjátok a játékot, vagy mit tudom én, régi szép idők, amikor InViewer-eztünk. Ha mindenféleképpen akartok este játszani, akkor ilyen áldozatokat kell hozni. De két hét múlva is egyébként, meg egy hónap múlva is ilyen lesz a játék, tehát nem csorbultok semmit. Mert nem csorbul semmit a játék. Csak nem lesz meg az, hogy ez a sorba állós játék? Nem lesz ilyen rossz szájíz a sorba állás miatt. Ah!
Például abba is bele lehet gondolni, hogy természetesen ne legyen így. Csináltatok karaktert a olyan szerver, ahol este bejutni 2000 ember, a cínervérre meg 20000 ember. Gondoljatok bele, ha majd kezd veszíteni a népszerűségéből a játék, és már csak azok fognak vele játszani, akik tényleg elkötelezett MMO játékosok, akkor gyakorlatilag egy kihalt szerverre csináltatok karaktert. Például ez is benne van. Nem fogtok tudni úgy játszani, hogy mondjuk normálisan tudjatok progresszálni. Hát állítólag a New World Endgame kontentje az nulla, az nagy nulla, itt meg van rengeteg minden. Tehát itt most már launchkor több Endgame kontent van a játékban, mint a New World-nél. Thank you. Viszont kérdés, hogy mivel a dungeon az server cross lehet, nem veszed észre. Hát igen, csak nem, tehát a progresszelés, hogy haladni akarsz a játékba, az nem csak a dungeonokban merül ki. Tehát például guild versus guildes dolgokban nem tudsz részt venni. Tehát embereket nem fogsz tudni valószínűleg embereket megismerni, más emberekkel együtt játszani, amit egyébként ad egy MMO, hogy bekerülsz egy klánba, és ott újabb embereket ismerhetsz meg. Az MMO erről is szólt, egy új társaság. Ha te most becsatlakozol egy dungeonbe vagy egy raidbe, abban nincs semmi MMO élmény, azon kívül, hogy együtt ölöd le random arcokkal a Jóska nevű bosst. Amit például mondanak a régi vovosok, hogy az igazi dungeonos élmény az az volt, amikor meg kellett szervezni, oda kellett menni, arra ugye fel kellett először készülni, hogy le tudjátok nyomni. Na, az MMO-s. Thar, I shall never forgive you. It is your fault I am like this. I curse you forevermore. Why did you abandon us? Ja, a TBC-ben most is ilyen, és azért is szeretik a TBC játékosok, mert nosztalgikus, meg most talán jobban rá tudnak érni. Szerintem a TBC játékosok nagy része anno is TBC-zett, és most is, csak most nem a szülei múlik, hogy mennyit ülhet a gép előtt. Nem? Az operás tipp úgy néz ki, hogy bevált? Na, örülök, hogy tudtam segíteni. Hanem a főnökétől. Hát jó. Reméljük... jobb helyzetben van, és a főnöke nem mondja meg, hogy otthon mit csináljon. Jó, nyilván nem azt mondom, hogy a Lost Ark nem ad MMO-s élményeket, csak például elmondtam, hogy a WoW-nál annó mi az, ami adott ilyen közösségépítő élményt, amiért jó egy MMO is. Hát én most látjátok, nem úgy játszom a játékot, mint hogyha egy MMO lenne. Ó, köszönöm szépen a klipet, Astronomist. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Somebody help! Thank you for saving.
Érdekes, nálam is telekom van, és lekopogom, ma még egyszer nem akadt meg. Hát Zolka, te nagyon-nagyon mázista vagy. Cinervel szerveren játszom, reggel óta nem tudok felépni, mert fullon van folyamatosan. Komolyan. 11 körül már voltak szerverek. És én azóta bent vagyok. Tehát, hogy nagyjából 11-ig volt karbantartás. És egy fél órán keresztül nekem nem voltak sorok. Server transferről még nem tudni semmit. Szerintem. My knights. Amúgy szerintem ne reménykedjetek abba, hogy a Vestra transzereltek karaktert, mert max régión belül, ha lesz ilyen. Hát 1766-osak, jó? Akkor ez egy-két óra? Cinneren nagyon lassan megy le a kiú egyébként. Egyre amúgy én is kb. Még hasonlóan játszom, mint így, és nem foglalkozok a többi playerrel, csak élvezem a csapatást. Ja, hát majd kellene csapat is, hogy nyomják ilyen menőbb dolgokat. Ne csak randomokkal. Bár valószínűleg ki fogom próbálni, hogy milyen randomokkal játszani. Nem lesz transfer, mert nem tudják megcsinálni a játék architektúrája miatt. Legalábbis ezt mondták, amúgy Koreában sincs transfer meg az oroszoknál. Én nem tartom egyébként kizárnak, hogy hoznak bele. You're an adventurer. Could you help me? Hát, a priméd az olyan, mint... Mármint, hogy a randomokkal való játék az olyan, mint minden más játékban. Ide görlő. Türelem kell hozzá, sok. Türelem és idő. És még akkor sem biztos, hogy sikeres lesz a dolog. Good luck finding it. Meg kell keresni a többi beszélő békát. Ilyen az, amikor valaki, hát hogy is mondjam, nem éppen legális módszerekhez folyamodik, hogy bent maradjon a játékban. Chaos Gate van a World Map-en. Mi ez a Chaos Gate? Hát, ha tudnám, hogy lehet reportolni, megtenném, de nem tudom, hogy lehet. Azt sem tudom, hogy lehet más playerre ráklikkelni. Randomok nem szeretik a cutscene-eket. Csak azt nem értem, hogy level 48-as vagyok, csináljuk a mit tudom én milyen dungeon-t, azt skippelnék a cutscene-t, de amúgy nem is látták. Valószínűleg nem is érdekli őket. Kontroll és egér? Ah! Megvan. Nem tudom.
Ez lesz az. Ez lesz az valószínűleg. Nem? Valószínűleg amúgy ez. Yes. A New World mi lett? Hát ez egy más játék. Valaki nem értem, hogy miért riportoltam be a srácot. Az előbbi elmondás alapján várnak 6000-en, hogy bejussanak, és például miatta nem tudnak bejutni azok a játékosok, akik játszanának is a játékkal. Itt meg kéne nyomni ilyen F5-öt. Past the waterfall at the bottom of the cliff. I'll be waiting. 30 perc után figyelmeztet a játék, hogy inaktív vagy, és 30 perc után valamikor, talán 40-nél vagy 45-nél ki is dob. Hi, I'm Hokan Truba, a senior mat. You met Turnark? Szerintem nincs gond amúgy ezzel. Ezzel a fél órással. Valaki elmegy ebédelni. Simán belefér mondjuk egy ebédelés. A New World-e szerintem azért nem játszanak, mert a New World-ben ami content van, az maga a leveling, és az se túlzottan izgalmas, mert gyakorlatilag kevés olyan, tehát nagyon sok olyan terület van, ami annyiban másabb az előzőtől, vagy a mellette levőtől, hogy kék skin helyett zöld van az enemin, vagy piros. És ennyi. És a leveling a max szintig érdekes, talán még pár dolog van a max szinten, de hogy nincsen endgame content, azt mondják a srácok, amit én nem vágok annyira. Én ezt nem vágom, én nem jutottam el odáig. Nekem leveling közben uncsi lett a játék. Nagyon durván. Hát én is várok pár hónapot, megnézem, hogy hogy ürül neki a szerek, és hogy tényleg csak hype ez is, mint a New World vagy sem. Hát hype minden. Hype a New World, hype a Lost Ark. Itt ki kéne lootolni. Wow! Wow! Entrace ticket Platinum Field. Na, az a Platinum Field az így meg fellelhető a város közepén, nem?
Ezt meg akarjuk majd csinálni. Go to the Platinum Field. Ja, ez pont az, srácok. Ez egy Lucy-ba volt benne? Köszi szépen amúgy mindenkinek a klippeket, aki így csinált, hogy ne kelljen ismételnem magam annyiszor. Mellé ment. Jó. Hát az semmi gond. Amikor 4 napon keresztül azért vársz szét egy fél Mount Everestet, hogy 3 szintet lépjen a bányászás, régi szép emlékek, amikor áthozzák a mobokat, hogy ők bányásszák ki helyett az ort. Az jó. Az jó. Na ezek a jó kis MMO-s élmények. Amikor jól megszivatod a másikat, hogy neked jó legyen. Nem mondom azt, hogy ez jó, amikor veled történik meg. Na, ha meg tudsz ilyet csinálni mással, ez MMO. I defeated any necromancers I found on the highland. Nothing's changed. Nekem az a bajom a Lost Ark-kal, hogy a leveling egy őrült rohanás, nem éri meg kipucolni a mapot, nem éri meg nézelődni. Dehogy nem. Hogy ne érném meg? Nem vesztesz semmit, hogyha minden sidequestet megcsinálsz, és mindent be akarsz gyűjteni. Nem lesz hátrányod belőlem. Előnyöd meg lesz. Megismered a világot, megismered a történetét. Ha persze érdekel. Több XP-d lesz. Szerintem. Persze. Haló? Az anyószi eltűnt. Feladta. Közel 32-es szinten majdnem 200-as gear score. Nice! Én most vagyok 257-nél, de ma még szerintem egy darab item levelet nem léptem. Hát a questek olyan szempontból nem uncsik, hogy nem mindig ugyanolyan dolgokat kell csinálnod. Bár azért, ahogy jöttek a kiegészítők a WoW-ba, mert biztos sokan az ölj meg 10 disznót, meg ilyet mondanátok, hogy lootolj 10 füvet, meg ilyenek, ezt mondanátok a WoW-ra. Ahogy jöttek egyébként az újabb kiegek a WoW-hoz, azért az is tudott mutatni tök jó dolgokat. Nyilván nem az elején. De az új területek azok nagyon sok mindent mutattak. Yes!
Hát igen, itt az Adventure Tom miatt éri meg felfedezni a világot. Mokokók is adnak egyébként jutalmat. Hát ha felfedezel mindent, ott lesznek a mokokók. Például. Nem érzed azt szerintem, hogy elpocsékolt idő. Ha meg azt érzed, hogy elpocsékolt idő, amit csinálsz, akkor meg nyomjad. Nyomjad a main mission-t, rásolja az endgame content felé, és akkor ott találod meg a neked való jóságot. Nincs ezzel gáz szerintem, hogyha valakit nem fog meg a leveling. Vagy nem teljes mértékben fog meg a leveling. Ah, Stéhalon így van. Pandás questeket imádtam. A pandás content volt az, amit így casualként így... Hú, nagyon nyomtam, nagyon-nagyon tetszett. Pandás világobókban. You destroyed the necrostones. Very good. Vannak olyan melléküldetések, amik skill pontot vagy attribute potit adnak véglegeset. Ja, hát amúgy, ezt nem tudtam amúgy. De itt valahol van olyanunk, hogy stat increase potion. Például. Itt meg skill potion van, 3 skill pontot kapunk. Eastlutheran. You destroyed the necrostones. Very good. Sorozat az a? Azt hittem. You said I should hate Dar. Ez micsoda? A roaming? Ja. I couldn't resist. I heard. Ja, azt én értem akkor, hogy te azt mondtad, hogy sima küldikbe is van ilyen, csak hogy én ezt nem tudtam. És ezért mutattam, hogy akkor olyanok, mint itt az Adventure Tomb-ban. Chichix. Nightfall. Az ikné szerintem mindig megéri, de az azért éri meg szerintem fejlődés közben, mert az itemek nem hiszem, hogy levelbe szkélelődnek. Ha már magasabb gearscore-ral mész vissza, a fejlődés közben meg hasznos. Ja, magasabb item level-lel visszamész egy korábbi területre küldizni, az olyan, hogy így odamész, azt mindenki folyik. Nem ez még annyi kihívás sem, mint egyébként leveling közben. Everything's as vivid as it was just yesterday. The soldier screams. De mellékküldék nélkül is amúgy el lehet venni, srácok. Tehát, hogy ha úgy érzitek, hogy ez kötelező, nem az. Nem olyanok itt a mellékküldetések, mint a Dying Light-ban, ahol azt mondja a játék, hogy mellékküldetés, de valójában kötelező, hogy megcsinálsz, hogy tovább tudj haladni. Kész. Ja, el kell pusztítani a kavicsot. A Necrostont.
Navigo! Mekkora pallos. Be careful! Hát ebbe csúnyán beleálltam. Szeretek minden melegküldét megcsinálni, hogy haladok, főleg, hogy kb. Minden útba esik, szerintem ez tök hasznos. Ugye a múltkor írta nekem azt hiszem Csillag, hogy csináljak meg minden melegküldét, mert nem érzem feleslegesnek. Az elején nagyon feleslegesnek éreztem a melegküldéket, de a rivaldok miatt, meg az, hogy tényleg nagyjából egy helyen van minden, így megcsinálom én is az összeset. Meg amúgy is én az a fajta játékos vagyok, aki szeret mindent körbejárni, direkt az ellentétes irányba menni, mint amerre kéri a játék. Sigmund is in Balankar Mountains. It seems like we left some loose ends back in our old lives. I know. This time, we'll finish it. I wish I could join you in that adventure, Sir Thar. Navigo. No. Regrets. It was an honor to have fought by your side. Let's get to Balankar Mountains. Itt egy kicsit el volt csúszva a felirat. Szóval látjátok, nem dungeonbe voltunk, kaptunk ilyen boss-szerű enemit, és így simán végigmentünk rajta. Ezért várom én nagyon a dungeon-öket a játékban. Oké, megjött az FPS. Turnock. Na, mehetünk vissza a Gideon a mobhoz. Why am I not disappearing? Jó, hát ezt úgy kell csinálni, hogy felétek fordulok. Szevasz Gábor, sziasztok, üdv mindenkinek! Ugye megnézzük amúgy ezt a Platinum Fieldet is. How about this for a goat? Hey, rookie. Rocky. I heard you. Who knew our rookie would become such a big time veteran? So, we're finally journeying to Balankar. I have something to talk to you about. Aha. Balankar Mountainbe fogunk majd menni. Aha, látom már, hogy ez merre akar minket vinni. Oké. Akkor megállunk egy kicsit a főküldivel, és megcsináljuk a mellékeket. Főleg azért, mert van nekünk ilyen Platinum Fieldünk. An adventurer? Is like a leaf. Adventurer. Jézus, csap. Hey now. Lehet amúgy, hogy itt nincsen. Aha. Akkor ott van. Pam 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 pam.
Awakening quest. The new dimensional rift is open. Trixian needs a new source of power. Please, come help. Én megyek. Megyek mindjárt. Most fogjuk megkapni az Awakening képességünket. Hát nem gondoltam volna amúgy, hogy a nyuszi fog olyat adni, amivel ez lesz nekem elérhető. Nahun doménje. Entrész ikit. Különleges gombák. Ó. Oh. Hú, srácok, ez micsoda? Mi ez a... Platinum Field. Itt nem kapunk trade skill XP-t, és work energy-t se használunk. De trade skill-t fogunk használni, ez biztos. Heavy iron ore, blabla, növények, mining material. Látom, ilyeneket szerez. Van légdeszkám, de nem tetszik a hangja. Szerintem nem menj be, meg, amíg nincs meg a 10-es foraging, mining, logging. Ja, pont ez a nagy alok, hogy mi lesz, hogyha oda bemegyek, mert nekem nem 10-esek ezek az utcok, és nem biztos, hogy le tudnék szedni mindent. Ja, pont amúgy, Morty, nekem is ez volt a fejembe, hogy ez micsoda? Mi ez a hely? Jaja, pont nekem is ez járt a fejembe, hogy nem biztos, hogy ide. Rögtön rá kéne nyomnom a bemenetelre. Life skill dungeon direct matikhoz, ha jól hallottam. Hogy ezek a life skill dungeonok. Illetve ez dolgokba kéne, úgy tudom, mert amit kibányászol és el kell hozni, de ha megtámadnak, elveszíteted. Ez nagyon jól hangzik. Ez nagyon jól hangzik itt az elmondottak alapján. Így van, expert vagyok a Guardian rédekben bizony. Vicces volt azért egy ilyenre rányomni. Find the Guardian. Adventurer Guildbe kell menni, és akkor ott fogjuk kapni a questet. Jó. Hogy állunk itt? Jó, hát ez még odébb van. Kár, hogy ilyen low level cuccokat kapok. Jó, és most arra kell mennünk majd. Vagy csináljuk meg a... Trixiont, az Awakening skillt. Hát, azt majd... Azt majd ebédszünet után, jó? Srácok. Ebédszünet után megcsináljuk a Trixionos... Trixion? Az Awakening képességünket. Mert beállt Reach-e már szólított. Itt nem TNS pálya van, hanem low level? Igen. Itt nem KO level van. Vernesse Fortress. A Platinum Field az egy gyűjtögetős eventet indít. Tudsz menni egyedül, meg csapatba is. Időlimites és rengeteg alapanyagot tudsz kiszedni, ha végigtolod. Van benne sima gyűjtögetés is, de vannak mini eventek is. Aha.
Oksákat 10-es megcsináljuk, és akkor utána majd rákukkantunk, hogy milyen. Itt azt mutatta, hogy vannak küldetések, de valójában nem volt itt semmi. Ja, mert hogy most jelennek meg az NPC-k. Köszi szépen, Morty, az infót ezzel kapcsolatban. Hát nem tudom, ezt a visztát, ezt megnéztük. Ez nekem rémlik, srácok. De ezt néztük. Itt van egy miniboss, vagy ahogy nem tudom, hogy hogy hittem. Au. Hát itt nagyon belementem az ellenség arcába. Mit lehet tudni? Megvagy! Karakter profile. Aha. 50,14-es. Lefotózzuk a bácsit. Reméljük, hogy mögötte is egy szellem lesz. Ez a fotózós quest, ez nem az első. Hűtj. És kaptunk ezért egy Battle Item Selection-ös chestet. Legendásat! Ez nem lett legendás, srácok. Sorry. Ja, és ebből is a random kártya jön. Szevasz, Tobi. Epic Rapport Selection Chest. Hát a rapporttal most még nem akarunk foglalkozni. Tegnap óta a 250-es item levelről a hatalmas ugrás a 430. Na, gratula hozzá! Én eljutottam Vernbe, és már tudnék menni egy csomó mindent, viszont azt majd csak ebéd után. Azt majd ebéd után akarom. Már tudnék menni az awakening-es képességemért. Például. Lehet egy gildet, ami
végigvisz, vagy 15 szigeten, és annyi fejlesztési materiált ad, hogy az nem igaz. Ja, hogy guide-ot? Jó, én guide-et olvastam valamilyen. Hát, ha beszeretnél inkálni, Tobi, akkor adunk permitet. Tolvajokat kell gyilkolászni. Köszi Astronomist! Jó, akkor nem költem a fületekbe. Remélhetőleg. Van a vezér. Dara. Nagyon megérős, viszont van egy-két küldetés, amit hagyjatok ki, meg bőrdeventes, meg ilyenek, aztán az eszméletlen sok idő. Aha. Danopele még mindig itt van. Srácok, fél órája reportoltuk őt. Még mindig itt nyomja. The horse bandits are hardly pushovers. Akkor úgy néz ki, hogy itt minden küldét megcsináltunk. Valami questet kell most receive-elnem. Guardian Raid Request. Recruitolnom kell más játékosokat, és úgy kell legyőznem Urnilt majd. Itt van Durotár a szerverünkön. An adventurer? Look at those adventurers. Ah.
entry to the village. Na nézzük itt, mennyi minden van. Hogy elmenjünk-e most a... Qualification, aha. Hát, csináljuk. Megnézzük ezt a részt. Sziasztok, sajnos csak most vettem észre, de nagyon szépen köszönöm Bombó 1104-nek az ajándékfeliratkozást. Onyx, köszi szépen. Rendes tőled, hogy megköszönted. Én minden esetre a nevet már megköszöntem neki. Ha esetleg a mostanidól lemaradt volna. Na, a favágásom már 8-as szintű. Ez egy sokkal nagyobb fa. Broken Monitor. Azt a 21 ezret is tudunk kritálni. Wow. Neked kettes? Nem szereted ezeket a gyűjtögetős dolgokat? Majd az ultid mennyit fog ütni? Jézusom, az enyém Chaos Dungeon meg 90 HP és boss vánhiteli. Kíváncsi leszek rám. Kéne nyomva azt az excavárás, vagy archeologit, vagy nem tudom, hogy hívják itt a játékban. The Missing. Meg volt életem első eventes boss így, rengel 11-kor elmentem egy helyre, 29 másik emberrel rohantunk végig egy dungeonon, ez szerintem jó volt. Ez nekem... valahol itt Van bejelezte azt a izét, valami káosz, nem tudom mi volt, az volt az, Tobi? Káosz, akármi, valami káoszos volt, azt hiszem. Nem? Vagy az más? Ha, akkor te azt nyomtad. Hát nekem nem volt oda beállítva semmim. Még nem tudom, hogy hova lenne jó beállítani a Bifrostot, vagy mi az? Chaos Legion? Az lehet az. Okay. Rift East lehet rajta farmolni, ami nem tudom mire jó, de van. Ez jól hangzik.
Vagy nem tudod, mire jó, de van. Milyen kietlen ez a rész. Adventure of Northvern. Vitality Increase Potion. Ja, hogy ezt így meg is issza automatikusan a karakter. Ja, hogy a teleportok is adnak a százalékhoz. Riffizve lehet olyan térképet kiváltani, ami Secret Dungeon nyit, és ott esik egy csomó gear fejlesztés, ezt kellő cucc. Oh. Are you with the guild? Köszi. It's such a mess. Hangulatos ez a rész. My goodness. What is going on? Kaptunk 50 goldot. I'll handle things here with the other guild members. Ne. Megnyomtam véletlenül a gét, srácok. Lesz valami... egész napos Elden Ringes stream, srácok. Szombaton. Azt jól olvastam? Magas sarkúba végigtipegni a fán. Ez külön skill kell hozzá. Ezt nézem, hogy valószínűleg nem is jó fele jöttem. Bár... talán... talán még lehet jó. Aha, igen. Ha ez nem ad semmit. Aha. Hát az Elden Ring várással nem vagy egyedül. Have you been following me? Billy asked you to help me. Have you been following me? Have you been following me? Billy asked you to help me. Nem tudtuk végignyomni itt a párbeszédet, mert éppen betámadtak hátulról.
Igen, ide jöttünk, és innen lehet fölmenni? Nem, onnan csak lejönni lehet. Fold isn't in one piece either. I believe it flew toward the fairy village. Ish. Ilyen stealth-es robokat nyitogatunk. Nem tudom, hogy van-e értelme. Úgy néz ki, hogy virágból még nem szedtünk eleget. Itt lehet jobbra, illetve balra menni. Menjünk először balra. Már a teleport miatt lehet, hogy jobb lett volna a jobb. Filippa. Captured fairies. Ez 91.000 XP volt. Ennyi volt a féri kiszabadítás. Kukót már egy ideje nem látok. Azért gyorsan, hogy nehogy hátba támadjanak, hogy megszakadjon a párbeszéd. És szerintem jobbra fogunk menni. Iris. Ó, mekkora lény. Ezzel az ötös küldünk meg is lett. Még azért vágunk egy fát. Nem tudok leállni vele. Ez egy szinteződtünk. A roster level ügyileg. Azt nézem, hogy
nem írtak a csetre, vagy lefagyott a csetes kliensem. Hogy ott a csend van? Oké. Akkor jó. Szával Jerry Lee. Nagyon koncentrál mindenki. Hát beütött a kajakóma. Hát ez nagyon durva, hogy kiszinteztem magam a dungeonban, mármint az item levelileg, és ez a terület nem ad semmi újat. Ide jöttünk Vernbe, és nem kaptam új cuccot. Na, tessék. Egy új nadrág. Oké, szépen, de lassan közeledünk a 9-es szint felé. A vágásban. Bármilyen szeretném most kivágni ezt a fájt, inkább a küldét csináljuk. Beszakítottam pont. Cezár! Szerezve 20 000-es sebzés. Gyorsan egy fa. Szegény karáncs mindig kap egy pofont ezektől a dögöktől, amikor csak elmész veletek. Komolyan? Karáncska tud teleportálni, úgyhogy igazán megoldhatná, hogy de nekem kelljen intézkedni ez ügyben. Providence stone-okat, amiket így kapok, azokat hol tudom megnézni egyébként, srácok, hogy mennyi Providence stone-om van? Már látom, hogy mindig kapok abból egy csomót, de hol tudom megnézni, hogy itt mennyi van? Tudjátok, eletlen? Ez a logging, ez különösen jól halad. Ez most különösen jól halad. Ó,
mennyi morkos ember. Nyem-nyem-nyem, azt mondtam. Nyem-nyem-nyem. They say you'll be blessed if you do the fairies a favor. You're looking to get to Fairy Village. Urázsihoz 2 plusz pont. Itt van megint 950 Providence Stone, de nem tudom tényleg, hogy hol lehet megnézni, hogy na és akkor nekem abból mennyi van. Hát olyan tippem van amúgy, hogy itt esetleg? Nem, itt nem írja ki. De se találod? Nem tudom. Nem tudom, srácok, hogy ez mi lehet. Currency token item. Hát itt például, ja, hogy token item, aha, 19, nagyon szépen köszönöm, Nesk. És ez az, amit lehet adni. Nem, ez az, amit be lehet váltani raport itemekre a Nada nevű NPC-nél. Tehát repus tucok arra jó. Ez a Providence Stone. Hoppá, nem felülni akartam. Köszi szépen, Mask. ezer van nekem? Az szép. De valami 200 ezer körül van egy mount, én arra megyek. Hú, azt be tudjátok esetleg linkelni azt a mountot? Erdei kockány. Who are you? You'll be in trouble if you try to hurt fairies. Nagy bajba lehetsz, hogyha fériknek akarsz segíteni. Pedig nem. A nagy vihar tönkretette ezt a helyet. Itt van Filippa már megint. Én azt mondom, hogy 22 ezer körül van egy Eleven Shardért egy Gold Combat Wolf Mount. Nem néztem még ilyeneket. Pam, 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 pam. Fehér fa magvát elültettük. Na hát, és még kártya izét is kaptunk. Legendásat! Simán lehet egyébként, hogy ilyen Providence Stone is, Stone-ér is van amúgy valami. Next. Odon kártya. Egy farkas volt ilyen páncélban. Hm? Ez jól hangzik. The Green Archers have a friend in you. Thanks.
Nagyon úgy néz ki, hogy lassan végzünk ezzel a területtel. The fairies know about the I will destroy that monster. In the name of my fallen allies. Hát itt tényleg nagyon sok kártya van. Na, a dungeon az utolsó ezen a részen. Szóltál? Ott sem. Én is lassan megyek ebédálni. No wonder everyone's talking about you. Ó, mindenki rólam beszél. Veszi a követéseket, srácok. Húha. Ez gond mi? Gorgon nestje. Ó, vannak ilyen kis akadások. Azt írja, hogy már Q-ba vagyok. Alvin. Still warm. They were fighting until just now. All of them. Ez a szerver tennep este Keterban hát nem lehetett rendesen rédezni meg dungeonezni, mert nem tartott be egyszerűen. Aha. I'll search up here. Check the other paths. I'm counting on you. Egy paladin nálunk, ha jól látom, meg egy berserker, meg egy... Sarci. Itt meg egy mokokó. We located its weak spot, but we missed. We can't go on. I only hope someone can manage to kill that thing. Remember, aim for the chest. Milyen szép rucia van amúgy. We encountered the Gorgon as it was resting. It backed away when fireflies swarmed near it. That's when we knew. The Gorgon despises light. Folyik a képernyő. Demon Beast nestje. Oda fogunk tartani. Ja, sok effekt van. Ez a jó tényleg, hogy itt nagyon zavar, a sok effekt ki lehet kapcsolni. Ezt nem kasztoljuk el. We're trapped like rats, surrounded by trolls. We can hear their growls. Ez rossz helyre ment. Hát amikor 30 ember képességét néztem, FPS nincs, látás, detto nincs. Ki lehet kapcsolni, srácok, hogy csak a sajátodat mutassa? Took down the Gorgon. Well,
fist have pierced its chest after all. However, that only made it more fierce. Just when the shouting died down, it attacked again. Many of us were killed. Please. Ketten vannak az Anta résztől, Anta szerverről, valaki meg az Anta lesz szerverről, és egy meg az Asztáról. Tudom, de az úgy nem fám, majd amikor fontos lesz, hogy ne vesszek el, akkor megcsinálom. Aha. Ja, én csak azért mondtam, hogy ha játszatatlannak tűnik a játék, akkor lehet kapcsolni. Harcot te megmutatod? Nem tudom, hogy halkám. Megnézhetjük, de... ezt csak hallom, srácok, hogy ilyet lehet csinálni. Volt egy elé, de már nincs. De fura, nem lehet megnézni a karakter profilját a másik sorcinak, pedig kíváncsi lettem volna, hogy... na végre. 302-es. Hú, de akadoznak itt a dolgok. Hú! Legalább csak ezek a plusz dolgok akadoznak. De a képességeink például nem. Mokokó. Hát most, meg tegnap este is minden akadozott. Le van terrelve valószínűleg ez a szeró. Jó, durván. Ő másik szerveren is ez volt? Oh. Itt 8 mokokó van ezen a pályán. Csak 2 találtunk meg. Szerintem ott is van. Nincs. Azt hittem. Egy mokokó. Ah, és ez már a vége lesz. Egy embernek ez már uncsi. Szia, Zoe. Yes. Mi Zoe? Good. Get closer. You smell blood, don't you? Almost. Egy törött szarvú és agyonlőtt sárkány. Ó, van baj. Ha!
elment a robbanástól. Le akartam szedni a társamat, de ahogy látom, ő már felszedte magát. Úgy érzem, hogy ezek az MVP-sé, meg ez a mekkorát sebeztünk, ez csak ilyen Chaos Dungeon, meg ezekbe lesz, ilyen sima dungeonokban nem tudunk ilyen mekkorát sebeztem dolgokat nézni. Based on its flight path and the dirt on it. Kidobjott ki a 2.5 a Genshinben? Jós örüljön hozzá a frissítés. A bloodied wind blows from that way. The dark aura remains. Szia, Szatim. Úúúú. 270-es cucc. Ez jó volt. Ez jó volt, srácok. Nem volt nagy szem, de tetszett. Pikachu hangokat ad ki a karakternek. Hát, tény és valahogy animés a hangja. Ha nyomsz 2K-hoz, akkor akár teljesen egyedül, akkor 90% esélye kiesik a 302-es hósza. Mi manó? Még maradt nekünk egy irány. A Parna Forest. De azt már most nem csináljuk meg. Elmegyek ebédelni, és akkor utána Awakening képességszerzés. Ja. Awakening képességet fogjuk megszerezni, meg nyomjuk tovább Vernt. Ez a terv. Asperius, szia. Well, if it isn't our most promising member who defeated the demon beast of Vernice Forest. Valaki akar velem. Pajla akar velem találkozni, azt mondta. How about this for a guild mark? Jó. Srácok, szünet, jövök majd vissza. Hát, item levelben nem nagyon fejlődtünk, srácok. Megértettem, hogy mi az, hogyan lehet használni ezeket a kavicsokat, és hogy hogyan lehet jól facettelni őket, szép magyarosan. Mi az, amit még csináltunk. Megnéztük, hogy mi van az inventorimban. Átválogattuk itt a dolgokat. És belekezdtünk Vernbe. És a legtöbb endgame contentes cucc elérhetővé vált. Valamint a Platinum Field is ezzel a belépőjeggyel, ahova egyébként akarunk majd 10-es ilyen gyűjtögetős képességeket. Úgyhogy... Hát produktív volt a mai stream, mert a mostani losztárkozás, mert hogy délután folytatjuk, csak hogy összegeztem, hogy nagyjából mi az, amit most csináltunk. Itemeket nem szereztünk, de minden másba fejlődtünk. Úgyhogy innen folytatjuk ebédszünet után. Remélem, hogy tetszett nektek ez a pár órányi munka.